Jó estét kívánok, aktuális című magazinunkat látják. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a keresztény egyház ekkor ünnepli Jézus feltámadását és az emberiség megváltását. Mai adásunkban Harangozó Imre néprajzkutatóval beszélgetek. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szeretettel köszöntöm Önt is és a közönséget is. Ugorjunk egy picikét vissza az időben először. Pontosan hogyan épül fel a húsvéti ünnepkör, és mi ezeknek a kapcsolódó ünnepeknek a története? Kezdjük talán egy magyar népi mondókával. Kerek istenfája, szép 12 ága, szép 12 ágán 52 virága, 52 virágán 3 aranyalma, aki kitalálja, hull az áldás arra. Tulajdonképpen ez a mondóka, amit itt a mi vidékünkön, Biharban, Békésben a gyerekek valamikor sokat mondogattak, az esztendő körét öleli föl. Ez a kerek Isten fája nem más, mint maga az évkör, az esztendő. Azt hiszem az 52 virágját nem kell külön magyarázni, de a 3 aranyalmát azt igen, ez nem más, mint a 3 főünnep, karácsony, húsvét és pünköst, és ezek közül is kiemelkedik a húsvét, ami a tartalmát tekintve legfontosabb, legjelentősebb keresztény ünnep, hiszen hogyha a ekkor történő események, konkrétan Jézus Krisztus föltámadása nem valósul meg, akkor értelmét veszti az összes többi ide vonatkozó ünnepünk, de megvalósult, ahogy mondják az írások, mondjuk a hitvallásban, vagy például a csíki gyerekek a húsvét hétfői locsolóversben mondták, föltámadott Krisztus, mondják az írások, vízöntő hétfőre buzognak források, tehát Krisztus föltámadásával maga az élet újul meg, az élet buzog föl, mint ahogy az éltető vizek fölbuzognak. Nagyon-nagyon régi ünnep a húsvét, tulajdonképpen bibliai előzménye az a szabadulás, mint ahogyan a húsvét maga keresztény és egyetemes értelemben a bűn terhétől, a bűn rabságából, a halál rabságából és igájából való szabadulást állítja elénk, úgy, ahogy megszabadul a zsidóság annak idején a szolgaság házából, Egyiptomból, és tulajdonképpen erre az előképre épül az egész húsvéti eseménysor, ezt az ősi bibliai előképet tárja ki és teszi teljessé, egyetemessé. Gondoljunk csak például a nagycsütörtöki eseménysorra, az utolsó vacsorára, azon belül is az oltári szentség megalapítására. Jézus azt mondja, hogy igyadok ebből a borból, és egyetek ebből a kenyérből, mert ez az én testem és vérem. Tehát tulajdonképpen az ő téder vacsorát, az utolsó Egyiptomban elköltött vacsorát, amikor a bárányt fogyasztják el, aminek vérével megkenik az ajtó félfákat, és ez válik majd Krisztus szenvedésében egyetemessé, és az egész emberiség, az egész mindenség tisztul meg, és kerüli el a halált a bárány vérében. Tehát egy nagyon bonyolult, rétegződő ünnepről van szó, ugye maga az ünnep is mozgó ünnep, hiszen mindig a tavaszi napi egyenlőséget követő első holttölte utáni vasárnapra esik, és ehhez mozog azután maga a megelőző időszak, a fölkészülési időszak, a böjt időszaka, és ehhez képest állapítjuk meg azután a kiteljesedés, a Szentlélek kiáradásának ünnepét, megülő pünkösdi ünnepet is. Tehát az egész, mondjuk azt, hogy krisztológiai fél év, az tulajdonképpen a húsvéti időponttal és a húsvéti ünneppel lélegzik, mozog együtt. Milyen keresztény rituálék, illetve szokások kapcsolódtak régen ehhez az ünnepkörhöz az egyházaknál, illetve a közösségekben, és milyen jelentőségük volt ezeknek a szokásoknak, milyen jelképek voltak, és mi az, ami ezekből a mai napig fennmaradt, és mi az, ami kiveszett? Hát erre a kérdésre a legtömörebben is így 2 napig lehetne válaszolni, éppen ezért szűrni kell. Engedjék meg, hogy néhány személyes emléket, vagy olyan paraliturgikus gyakorlatot említsek meg, amit a mi szűkebb szülőföldünkön, Békés megyében
megvolt, vagy megvan ma is jó néhány. A három szent napot, nagy csütörtököt, nagy pénteket és nagy szombatot megelőző estén, ezeknek a napoknak a vigiliáján, a templomainkban régen, még a liturgikus reform előtt Jeremiás síralmait olvasták, énekelték, amit lamentációnak, vagy csak egyszerűen síralmaknak, más néven sötét zsolozsmának neveztek, és ebben benne vannak Dávid bűnbánati zsoltárai, síralmi zsoltárai, és magam is részt vettem Gyergyó remetén, ahol a legutóbbi időkig énekelték, éneklik ezeket a síralmakat. Hihetetlen élmény volt ezeket az ősi szövegeket és ősi dallamokat nagyon szépen kiénekel székely férfi hangon hallani, és egyik bácsi, ami a szertartás után elmondta, hogy tulajdonképpen számukra nem is lenne nagy hét, ha ez a lamentáció, Jeremiás síralmait nem énekelhetnék el. Újkígyóson pedig ugyancsak megvolt Csanádapácán és a környékbeli falvakban is, bár ez a két település különösen is érdekes, mert a szögedi nagytáj kirajzásából gyökerezteti magát, hogy amikor a Dávid bűnbánati zsoltárait elmondta a pap, akkor a szertartás könyvben odacsapott a lépcsőre, az oltár lépcsőjére, erre az idősebb férfiak botjukkal, akiknek görbe botja volt, a fiatalabb legények, férfiak, házas férfiak pedig az erre a célra magukkal hozott mogyoró vagy fűzfa veszőkkel elkezdték csapkodni a templom padjait. Az öregek elmondása szerint ez a 20. század közepéig megvolt, élő szokás volt. Régen például Újkígyóson különösen a leány gyermekeket nagyon korán keltették nagypénteken, ugye ami Jézus Krisztus szenvedő napja, kimentek az udvarra, és a kút vizében, a vájúban megmosakodtak. Azt a kis szöveget, vagy énekfoszlányt mondták, hogy hiába fürdik a fekete csóka, mégsem lesz belőle szelíd galambocska. Ezután letérdepeltek, elmondták a mi atyánkot, az üdvözlégyet, a hitvallást, és az öregek azt mondták, hogy ezt azért kell tenni, ezt a rituális nagypénteki mosakodást. Olyan idős néni is volt Újkígyóson, aki elmondta, hogy külön ezért kimentek a falu nyugati oldalán lévő Gulyakúthoz, hogy ott mosakodjanak meg nagypénteken hajnalba, hogy ők egész évben épségben, egészségben élhessenek, és a Jóisten áldása kiáradjon rájuk. De egy országosan elterjedt és érdekes módon Kálmány Lajos által a 19. században is leírt rituális késülködés emlékét jegyeztem föl Endrődön, ahol is a kislányokat ugyanígy korán fölköltötte a nagymama, az udvaron volt egy szomorú fűzfa, és a szomorú fűzfa lehajló földigérő ágai alatt a kislányok egymás segítve kifésülték a hosszú hajukat. Ne felejtsük el, hogy ebben a század elejé, 19. század végi, 20. század elejé világban a nők gyakorlatilag szinte egész életükben nem vágták le a hajukat, tehát szabadon nőtt az, és most a parasztlányokról, parasztasszonyokról beszélek, az asszonyok alapvetően konyba viselték, a lányok pedig befonva vagy kieresztve. Itt ezen a nagypénteki hajnalon megfésülködtek a lányok, azután pedig érdekes módon, amikor kész voltak a fésülködéssel, körbefutották a házat, és söprögettek, arra hivatkozva, hogy a kígyók, békák ne férjenek az emberi élethez. Ez a söprögetés, ez például Újkígyóson a saját szűkebb családomban is megvolt, nagymamámtól, anyai nagymamámtól tudom, hogy mindig egy idősebb asszony a nagyszombat esti, tehát már húsvét vigiliájához tartozó föltámadási szertartás idején otthon maradt, és ugye nagy csütörtökön elhallgat az orgona, elhallgatnak a harangok, és nagy szombaton, húsvét vigiliáján a föltámadást jelezve újra fölzeng az orgona, és megszólalnak a harangok. Három napra ugye úgy mondták, hogy Rómába mennek a harangok.
harangok. Amikor fölzúgott a harang, az otthon maradt idős asszony elkezdett söprögetni, itt viszont, míg az endrődi kislányok nagypénteken csöndbe söprögettek, csak tudták, hogy miért kell, itt viszont az otthon lévő idős asszony fönt hangon mondta, hogy igyog békák, szaladjatok, megszólaltak a harangok. Tehát egyfajta gonosz ártó erők előzése rituálisan régi ősi hagyomány szerint jelen volt, és még egy szokást hadd emlegessek föl, megint Újkigyóstra és Csanádapátkára kell hivatkoznom, bár az egész Kárpát-medencében szokásban volt, jelenleg is például a Győr közelében lévő Kun-szigeten elhíresedett ez a Krisztus keresése rítus, ami ugyancsak a húsvét ünnepléséhez kötődik, ugyanis itt Újkigyóson az volt a szokás, hogy összegyűltek az emberek a templomba, a falu egész területéről mindenhonnan jöttek, éjszaka, éjfél körül, vagy éjfél után, és hatalmas processzióval, körmenettel mentek ki a temetőbe keresztel, útközben, amerre mentek, az emberek fölkeltek az ágyukból, kimentek az utcára, és megcsókolták a keresztet, és így dagadt, csatlakoztak hozzá az emberek ehhez a tömeghez, kimentek a temetőbe, ott elvégezték a keresztutat, végigimádkozták, és ugyanilyen processzióval visszajöttek a templomba, úgy időzítették az egész szertartást, hogy éppen napkeltére érkezzenek vissza a templomba, és akkor fogadta be őket a plébános a templomba, amikor fölzengett az ének, hogy föltámad Krisztus ez napon, örvendezzünk, alleluja, alleluja, el kell gondolni ennek a hatását, hogy egy több óránál tartó éjszakában való, gyertyafénynél való zarándoklás, imádkozás, közös imádkozás, közösség több száz, akár ezres lélekszámú tagját érintő csodálatos szent jövésmenés, aminek a végére föl kell a tavaszi nap, föl kell a húsvét hajnala, Jézus föltámadt, és ezt rituálisan énekelve, közösségi megnyilvánulásként ünneplik meg. Tehát ez az igazi ünnep, Krisztus föltámadt, amire a válasz valóban föltámadt, bizonyságot teszünk Krisztus föltámadásáról. Ahogyan Krisztus föltámadott a halálból, letiporta a sátán hatalmát, nekünk sincs, tovább lehet, nekünk is megadja a szabadulásnak ezt a lehetőségét, egyetlen dolgot kell tennünk, követnünk őt, ahogy ő mondja, mindenki vegye föl keresztjét és kövessen engem, és ennek a rituális megélése volt a nagy hét liturgiája, az ember követte Krisztust, ott volt vele a kalvárián, a szenvedésben, a halál pillanatában. Én gyermekkoromban engem is vittek Jézuskát csókolni nagy szombaton a templomba. Ekkor kaptunk új ruhát, a megújulásnak a jelét, megcsókoltuk a sírban fekvő halott Krisztust, hogy annál inkább meg tudjuk ünnepelni húsvétkor a föltámadás örömét. Akkor beszéljünk egy kicsit a húsvét hétfőről, illetve arról, hogy ma hogyan ünnepeljük. Ugye régi szokás ilyenkor a locsolkodás, erről mit lehet tudni? Illetve szeretnék kitérni arra is, hogy a mai fogyasztói társadalmunkban elterjedt szimbóluma lett a húsvétnak a tojás, illetve akár a húsvéti nyúl. Ezekkel a jelképek, illetve szokások hogyan alakultak ki, és hol keresendő ezeknek a gyökere? Hát én azt hiszem, hogy sem a nyúl, sem pedig a tojás semmilyen kapcsolatban nincs a fogyasztói társadalommal, sokkal inkább egy nagyon ősi szimbólum, egy nagyon ősi jel, amire rátelepszik azután a fogyasztói társadalom, és keresi annak a lehetőségét, hogy hogy lehet ebből hasznot, hogy lehet ebből pénzt szerezni. Hát kezdjük akkor a tojással. Ősi mítosz, hogy a világ létezése az a tenger fenekéről fölhozott tojásból ered, mégpedig a búvár kacsa merült le a tenger fenekére, hogy fölhozza a tojást, és az megütötte egy kőbe, és föltört ez a tojás héj, és ahogy mondja az ősi mítosz, a fehérjéből lett a tengerek árja, a benne lévő sárgájából pedig a égen járó fényes nap. Tehát ez egy nagyon ősi
két jel, hiszen a tojás maga az élet eszenciája, meg tudjuk enni, de hogyha kikelti a tyúk, vagy bármely madár, ami azt tojta, akkor a következő madárpopuláció, madárgeneráció kel ki belőle. Tehát önmagába idézi az anyaméhet, idézi az élet magját ez a tojás, ezért alkalmas arra, hogy megidézze a mindenséget. Éppen ezért az írott tojás, a veres tojás egy ilyen mitológikus, csodálatos jel a világban, és azzal, hogy a húsvét másodnapján a locsolkodóknak önmagában a vízzel való öntözés egy nagyon ősi, archaikus rítus, amelyben az életet, a termékenységet kívánják egymásnak. Itt alapvetően jól látjuk azt, hogy ebben a szokásban valamikor a női-férfi viszony, a nők és férfiak közötti kapcsolat megélése, a párválasztás rituáléja volt jelen, és hát ugye a leánykák tojást adunk, de ne felejtsük el, hogy ez a tojás például Moldvában és a Dunántúlon, ahol ez a legtovább élt mátkáló vasárnapon, a húsvétot követő fehér vasárnapon íródott, és ekkor adták. Éppen a napokban vettem számba egy riporter kérésére, hogy itt Eleken, a közeli Eleken, Böjt közepén volt egy szokás, ennek pedig az volt a lényege, hogy a falu közepén lévő Ártézi kút nyakára Böjt közepén hatalmas tojásfűzért kötnek, és ez hosszú ideig ott van azután. Legények gyűjtötték ezeket a tojásokat, leginkább lányos házaktól, és hogy is kerül éppen erre a lányszoborra, egyáltalán a kútra. A moldvai csángó körében kapjuk meg a választ, ahogy említettem, volt éppen fehér vasárnapon, mátkuló vasárnapon írják a szemnél szett hímes tojásokat, szinte a mai napig viasszal, ugye, ami megint ebben a jelképiségben, mint a méh, a szűz állata, a viasz, mint a tisztaság, az érintetlenség jele, és óvóvédő jel, és ezzel írják meg a tojásokat, ezekkel az archaikus ősi mintákkal, ami egyfajta világmodellt, egyfajta világképet tárnak elénk. Szóval azt mondják a moldvai csángó asszonyok először is, hogy onnan lett a veres tojás, hogy egy asszony a piacon volt éppen akkor, amikor Jézus Krisztust hurcolták a Golgotára, és oda csatlakozott a tömeghez, a kezében volt két kosár tojás, és a Golgotán a kereszt alatt csodálkozva letette a kosarait, és hát lássatok csodát, Jézus vére festette pirossal a tojást. Tehát innen eredeztetik ez az eredete a piros tojásnak, miszerint maga Jézus vére szenteli meg ezt a tojást számunkra. A moldvai csángók pedig azt mondják, hogy a veres tojás héját nem szabad szemétre hányni, ugye természetes anyaggal festenek, diólevéllel, hagymahéjjal, céklalével, tehát ezt a tojást minden további nélkül el lehet fogyasztani. Nem vetik a szemétre, hanem belé kell dobni a patak belé viszi a folyó belé viszi a folyamba, a folyam belé sodorja a tengerbe, és a tengerben ott vannak a vízileányok, akik a veres tojás héját megkapják, és veszik számát, hogy Jézus Krisztus ő érettük és meghalt, és fognak elé nagyon szépen énekelni. Na most, ugye tudjuk azt, ha máshonnan nem, akkor Zrínyi Miklóstól, hogy az Ádriai tengerben lévő szirének szerzik a legszebb verseket, a legszebb énekeket, tehát ez az ősi gondolat van ebben a mitológiában benne, és az a szokás, amit az elekiek a német nyelvterületről való ősi hazájukból hoztak magukkal, ami most is él és megvan, ez egy nagyon ősi európai képzet,
ami nálunk a legutóbbi időkig tartalmában is megvolt. A szeleki németek már elfelejtették a tartalmát, de magát a rítust megőrizték. Lehet, hogy az őshaza németjei sem tudják már, hogy pontosan miért teszik azt, amit tesznek, de a moldvai csángók a legutóbbi időkig, az 50-es, 60-as, 70-es évekig őrizték még a tudását is annak, hogy a világ egy olyan teremtett egység, ami a folyóvizek, mint az emberi szervezetet behálózza, az érhálózat, éppen így hálózza be a teremtett világot, a lélekkel való élő világot, a vizek hálózata, és ez egy egészé egészségé teszi a létezést. Akkor most térjünk ki arra, hogy a húsvéti nyúl hogyan lett jelképe a húsvétnek. Tegyük mindjárt mellé a kis csirkét is. Ezeknek a dolgoknak, amit ma már kicsit talán nehezen értünk, kis csirke, nyúl, vagy az előbb emlegetett tojás, nem csak a hétköznapi állatokhoz kapcsolódó okai vannak, hanem egyfajta asztrál mítoszi háttértudás is. A régi embernek nagyon fontos volt ez az ősi tudás, amit hordoz magával. A húsvét ugye egy kapu, lassan-lassan eltűnik az égről az Orion csillagkép, a téli éjszakát meghatározó, a tájékozódásban segítő legfontosabb és talán legszebb, nekünk magyaroknak legkedvesebb csillagképünk, és fölváltja a téli eget, fölváltja a nyári égbolt csillagzata. És valahol ezekben, akár konkrét csillagképekben, akár holtházakban megjelennek ezek a lények, amik egyébként a hétköznapi tapasztalatunkban is ott vannak, a kis csirke, ami éppen a tavaszhoz kapcsolódik, a nyúl és annak az ő termékenysége, ami megint csak ide tartozik, és egyáltalán a tojás. Gondoljunk arra, ma egész évben fogyasztunk tojást, de a régi ember, amíg ezek a háziasított állatok sokkal természetközelibbek voltak, leginkább tojást tavasszal kaptak tőlük, egy picit félvad állatok voltak ezek a ma már teljesen, akár úgy mondjam, hogy tömegtermelésbe fogott szegény állatok, akkor sokkal szabadabban és sokkal a természetes lélegzéshez közelebbi módon éltek. Tehát a megújulásnak, az élet újrakezdését, a tél lezárásának a jelképeivé váltak. Így a nyúl, a húsvéti nyuszi, ami aztán egy kicsit morbid képet kapott, hogy ő mindenféléket toj, de hát ez hozzátartozik ahhoz a képzetkörhöz, amit az ember köréjük alkotott. Aztán a kis csirke, a tojása maga teljességével, amiről már beszéltünk. Tehát itt vannak ezek a gyönyörű és ősi jelképek, amiket most sokszor azt hiszünk, hogy a kereskedelem adja ezt nekünk, pedig pont fordítva van, az ünnep adta ezt a kereskedelemnek, és a kereskedelem a maga módján rátelepedett erre, és megpróbált valamilyenféle profit lehetőséget kisajtolni belőle. Visszatérve a húsvét hétfői locsolkodásra, vagy 30 esztendővel ezelőtt a legkeletibb Kárpát-medencei települések egyikén, Szépvizen, a Csíki Szépvizen voltam, ami Újkigyós testvér települése. Szépvíz után már fölérünk a Kárpát gerincre, és a túloldalon még ide tartozó Gyimesi völgybe érünk. Tehát az utolsó székely település ezen az úton Szépvíz. Ott hallottam akkor 10 éves fiúktól egy nagyon szép, nagyon teljes és értékes locsoló verset, amivel talán érdemes lezárni ezt a mostani beszélgetésünket is. Föltámadott Krisztus, mondják az írások, vízöntő hétfőre buzognak források, én is elindultam ifjúi létembe, hogy harmatot hintsek minden kedves nőre. Mert ha meg nem öntöm a kedves növendéket, jövőre nem virágzik nékünk ilyen szépet. Áldja meg az Isten a háznak gazdáját, gazdájával együtt kedves gazdasszonyát, míg élnek, éljenek erő egészségbe, holtuk után jussanak örök dicsőségre, szabad elocsolkodni. Ez tökéletes zárása volt a beszélgetésnek. Köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat, és áldott ünnepeket kívánok. Én is köszönöm a meghívást, és áldott ünnepeket. Sajnos most sok locsolkodót nem kívánhatok, de
egészséget és az ünnep teljességének megélését kívánom önnek és minden kedves nézőnek is. Ez volt az Aktuális. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!